Wir stehen hier an der Neustädter Kirche in Szekszárd. Itt állunk a szekszárdi újvárosi templom előtt. Nem először állok itt, hanem a Bietigheim, Bissingen és Szekszárd közti partnerkapcsolat révén szinte minden egyes itt jártamkor ide látogattam. Ez a 27 év partnerség számomra rengeteg találkozást jelentett Szekszárdon, mind a közgyűlés képviselőivel, mind az egyház és a helyi német nemzetiség vezetőivel és tagjaival. Röviden szeretnék bemutatkozni, József Tájsznak hívnak, 76 éves vagyok. 70 évvel ezelőtt több millió ember és több tízezer magyarországi német sorscsapását, az elűzetést magam is átéltem. 1946. februárjában családomat 500 fővel együtt Biatorbágyról vagonokban először Passauba deportálták, ahol több lágerben osztottak szét minket, míg nem Bietigheim-Bissingenben új hazára találtunk. Ott élek 70 éve. Ott jártam iskolába, ott nőttem fel. Nagyon korán szerepet vállaltam az ottani keresztény gyülekezet ifjúsági munkájában. Később egyházközösségi tag is lettem. A politikában 9 éven át tevékenykedtem, ahol a helyi közgyűlésben többek közt a CDU frakció vezetője is voltam. Szívesen segítkeztem városunk európai partnerkapcsolatainak kialakításában. Amikor 1989-ben a vasfüggöny leomlása után lehetőség nyílott arra, hogy egy magyar várossal is kontaktusba kerüljünk és partnerségre jussunk, akkor ezt a kezdeményezést mindjárt nagy elánnal támogattam. 1989. novemberében volt az első találkozás a Bietigheim-Bissingeni és a szekszárdi delegációk között. Ennek katolikus szekcióját jó magam készítettem elő, de sajnos időközben megbetegedtem, és ezen nem vehettem részt. Később azonban számtalan lehetőség nyílott arra, hogy találkozhassak az itteni emberekkel és politikusokkal. A rendszerváltáskor a magyar egyház nehéz helyzetben volt, hiszen a szocializmus alatt sok minden tönkrement. Számos lehetőségünk adódott, hogy segítsünk, így az újvárosi templom felújításához és a belvárosi templom renoválásához is hozzájárultunk, de részt vettünk a Német Nemzetiség Szent István házának felújításában, és az óvodát is támogattuk. A segítség mellett az igazán fontos számomra mindig az emberek közti találkozás volt. Az elmúlt évig szinte minden esztendőben ide látogattam az önök szép városába. Számos turista csoportot szerveztem Magyarországra, főként Szekszárdra, ezzel is erősítve a testvérvárosi kapcsolatot. Mindezek közben civil emberek között személyes barátságok, kapcsolatok szövődtek. Nagy örömmel töltött el, és meglepetésemre is szolgált, amikor néhány héttel ezelőtt értesítettek, hogy a szekszárdi németségért nívódíjjal tüntetnek ki. Mindent, amit a szekszárdi németségért, az itt lévő polgárokért, intézményekért tettem, számomra természetes volt, hiszen mi, Bietigheim-Bissingeni és szekszárdi emberek, így kerülünk igazán közel egymáshoz, és így tudunk valamit közösen elérni.